Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézzétek, és a Huawei aztán G660-at láthatjuk, egy újabb középkategóriás LTE-s modell, ami egy picit a premium design irányába is elmegy, illetve jobbra sikeredett talán a középkategóriában. 5-szoros HD kijelzőnk van, IPS 1280x720 pixeles felbontással, 4 magos 1,2 GHz-es Qualcomm processzort kapunk, 1 giga RAM-ot, 16 giga háttértárat, illetve, amint itt látható, Android 4.3 operációs rendszer. Érdekes egyébként 16 giga háttértárat ír a gyártó, itt már csak 80, ez lehet annak köszönhető, hogy ez egy kiállítási darab, nem a végleges, illetve az Emotion UI 2.0 Lite fut a készüléken. Nézzük meg magát a telefont első körben, amit látható, egészen kellemes, vékony keretet kapunk a kijelző két oldalán. A telefon alján így elvileg nem látunk gombokat, ha feloldom, akkor sem, pedig elvileg itt vannak, amint látható. Igazából érzéssel lehet őket használni, csak nem igazán tudom, hogy mi az oka, mert próbáltam, nem világít, nem is igazán látszanak a gombok, tehát ez némileg talán még jelen pillanatban számomra is. Telefon felső részén van egy előlapi szenzor, van egy nagyon minimális halvány kis visszajelző LED, Huawei logó felett hangszóró, valamint egy előlapi kamerát is kapunk. A telefon kellemes, vékony 8,8 mm oldalról nézve, a jobb oldalra került egy bekapcsolóban mellé egy hangerőszabályzóban, illetve mivel Anybody házról beszélhetünk, nem szétszedhető, itt van a microSIM, illetve a microSD kártyaszlot egy kis ajtó mögött. Alulra egy mikrofon került, valamint egy mikro USB, másik oldalt nincs semmi, felül pedig csak a jack csatlakozó van. Ha jobban megnézzük a telefont, igazából az előlapot már körbeveszi itt egy fémes design, ami a hátlapot is körbeöleli, a középső fehér keretet egészen jól néz ki. A hátlap az fehér, fényes felület, amit látható, ide alulra került a hangszóró, felül pedig a kamera van, 8 megapixeles autofókuszos, kapott plusz vakot, illetve mikrofont egyaránt. A készülékházban 2300 mAh kapacitású akkumulátor helyezkedik el, és igazából itt is a B6-ról már megszokott Emotion UI felületet látjuk, amit régóta használ már a Huawei. Igazából nagy újdonságok nincsenek, nagy előnye a számos alkalmazás mellett az, hogy témázható, tehát különböző felületeket lehet beállítani. Ha megnézzük a kamerát, látható, hogy az előlapi kamera annyira nem szerepel rosszul, nincs itt külön feltüntetve, hogy hány megapixeles, bár valószínűleg csak egy sima HD, de ennek ellenére egészen használható. Megnézzük a hátlapit is. Nem mondom, hogy nagyon gyorsan csinálja, egy picit talán lassúnak hat, illetve hát ki is léphet itt elsőre a kamera alkalmazásból. És sikerült másodjára, de megint kilép. Tehát látjuk, meg se tudjuk nézni a képet, valószínűleg van még valamilyen kis szoftveres galibája a készüléknek. Talán majd én látszik, hogy a háttérben eléggé elmosódott itt a kép, így, hogy már meg tudjuk nézni. De a logó szélei nagyon el vannak mosódva, tehát sajnos nem nevezhető semmiképpen sem jó kamerának ez a 8 megapixeles szenzor, ami benne került. Ez volt tehát a Huawei Ascend G660-as LTE-s okostelefon. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!